Szeretettel köszöntöm nézőinket, a Hazahúzóval a Balaton északi partjára, Zánkára jöttünk, amely hazánk egyik legnépszerűbb üdülőhelye, de a magyar tenger kínálta kikapcsolódási lehetőségeken kívül számos kulturális és épített örökséggel büszkélkedhet a település, amelyeknek nagy részét be fogjuk járni, úgyhogy ezúttal is érdemes lesz velünk tartani. Zánkáról sokunknak az egykori híres zánkai úttörő tábor jut az eszébe, ahova nyaranta az ország minden részéből érkeztek diákok. A hatalmas terület ma már másképp néz ki, azonban manapság is gyerekzsivajtól hangos. A zánkai úttörő tábor a kádári szocializmus presztízs beruházása volt, ahova 3 évtizeden át fogadták a táborozni vágyó gyerekeket, de ennek volt valamilyen előzménye ennek a helyszínnek. Mi volt ez? Már a 30-as években folytak ebbe a völgybe táborok, a cserkészek jártak ide akkor még nyilván sátortáborozni. Aztán a II. Világháború után ez a hely ezt a szerepét nem töltötte be, de 1969-ben helyezték el a zánkai úttörőtábornak az alapkövét, és egészen 75-ig zajlott az építkezés, illetve még a 80-as évek közepéig is. 75-ben, május 25-én a gyermeknap alkalmából adták át, és onnantól kezdve egészen 1990-ig évente nagyon sok úttörőt fogadott ez a hely. Ugye ez a nyáron általában 2 hetes turnusok voltak, és a téli épületekben pedig az évközben az ősvezető képzés zajlott, akkor egy-egy hónapra jöttek el a gyerekek az iskolából, és vettek részt ezeken a képzéseken. Aztán 1990-től a rendszerváltástól nem igazán találta a helyét a zánkai tábor, többek között azért, mert nem volt meg az az átfogó táborosztatási rendszer, aminek segítségével jöhettek volna ide gyerekek, különböző ifjúsági fesztiváloknak vagy osztálykirándulásoknak használták. Ez egészen így volt 2012-ig, amikor elindult az Erzsébet program, és ezen belül az Erzsébet táborok. Akkor már elég sokan érkeztek, és 2016-ban az Erzsébet alapítvány, ez egy egyházi hátterű alapítvány, kapta meg, azaz mi kaptuk meg a táborosztatás, mint közfeladatot, és ehhez tulajdonba is a táborhelyeket, nem csak Zánkát, még többet mást az országba. Onnantól kezdve indult el az a rendszer, amivel gyakorlatilag ingyenesen, egészen pontosan egy jelképes 1000 forintért tudnak jönni a gyerekek rászorultsági alapon most táborozni, és egy évben most már a zánkai tábor a teljes évben működik szinte, hiszen a tavaszi és az őszi osztálykirándulások mellett a nyár 10 hetét is megtörtjük, valamint már karácsonyi táborokat is tartunk, tehát tényleg szinte egész évben nyitva vagyunk. A zánkai Erzsébet tábor még eredetileg is egyébként, amikor a helyszínt keresték és ideépítették a tábor, akkor egy olyan területet kerestek, hogy Magyarországot kicsibe lehessen leképezni. Ez tényleg megtalálható a táborban, hiszen a táboron átfolyik a Csorszapatak, ami ugye a Duna-Tisza a magyar folyókat jelképezi. A szállásépületek dombok vannak, ugye ezek a magyar hegységek, és van egy sík területünk, ami az Alföldet jelképezi, és ugye tőlünk itt pedig balra található a Balaton, ami nyilván a Balatont és a magyar vizeket jelképezi. A tábornak egy hatalmas strandterülete van, itt a 3000 itt nyaraló gyerek egyszerre itt tud fürdeni, és annyit alakítottunk rajta, hogy fontos volt, hogy az úszás tudás meg eleve az, hogy a vízbiztonság meglegyen. Ilyen lidókat hoztunk létre, tehát ez a homokos tengerparthoz hasonló 5 darab ilyen bejáró lidó van a Balatonban, ami azt teszi lehetővé, hogy egyszerre több gyerek tudjon bemenni, aki kevésbé tud úszni, ő is biztonságban érezze magát, meg hát az egésznek van egy olyan érzés, hogy kicsit a tengerhez hasonlít. A Balaton partján vannak szerintem a vízi programok. A
táborhoz tartozik egy strand és egy kikötő is, most jelenleg a kikötőben vagyunk, ez egy viszonylag nagy kikötőnek számít a Balaton környékén. Fontos az, hogy a gyerekeknek a vízi sportokat is meg szeretnék mutatni, tehát van 12 sárkányhajónk, amivel minden gyereket el tudunk vinni sárkányhajózni, és van két nagy hajónk, sétahajónk, amivel a gyerekeket szintén mindenki el tud menni sétahajózni. Ezeket a vízi eszközöket teljesen újonnan vásároltuk már a sárkányhajókat, a két nagy hajót pedig az elmúlt években újítottuk föl, tehát gyakorlatilag ezek is teljesen újnak számítanak. Ami talán még érdekesség, hogy a jövő évre elkészül az a nagy hajó, aminek a neve Szent Erzsébet lesz, ami 80 fő szállítására lesz alkalmas, és az lesz a Balaton tiszta elektromos meghajtású hajója, szintén az Erzsébet alapítvány tulajdonába, itt a Zánkai táborba, illetve hát a Balatonon nyaraló gyerekeknek a sétahajóztatását fogja szolgálni. De gyakorlatilag nagyon fontos számunkra az, hogy minden lehetőséget elérő vízisportot és a vízszeretét meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, de ezt mind biztonságosan. Ugye a táborban a vízimentők 12 órában teljesítenek szolgálatot, egyébként van kiskórház a tábor területén, állandó gyermekorvosi felügyelet, vészhelyzeti parancsnok, tehát megpróbálunk mindenre felkészülni annak érdekében, hogyha bármilyen baj történne, akkor azt mi a lehető legjobb tudásunk szerint tudjuk kezelni, és a leggyorsabban. A tábor területén maradva látványos hadászati eszközökbe botlottunk, melyek egykor a magyar haderő fontos pillérei voltak, egyikük másikuk azonban még mindig szolgálatban van. Ezen a részen régi haditechnikai eszközök vannak kiállítva, hát nagyon látványosak. Milyen korúak ezek? Nagyon régi eszközparkról van szó. A Honvédelmi Minisztérium együttműködésének köszönhetően a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményét láthatjuk itt, és szerintem mondhatom, hogy azért nincsen kisgyermek, aki egy-egy katonai eszközt ne bámulna tátott szájjal, és a felnőttek is azért eljátszottak már egy akciófilm közben azzal a gondolattal, hogy milyen lehet testközelből megtapasztalni, megnézni ilyen eszközöket. És a lényeg, hogy ezek az eszközök már kiszolgált eszközök, és mindenféle olyan tulajdonsággal rendelkeznek, ami érdekes lehet. Itt például egy olyan rakétának tűnik, ez az, ugye? Ez pontosan az, ez egy légvédelmi rakéta, és arra szolgált annak idején, hogy az ellenséges légi járműveket megsemmisítse, kiiktassa tulajdonképpen. Ezt megismerem, ez egy tank. Így van, ez egy harckocsi, aminek a 60-as években kezdték meg a fejlesztését. Nagyon fontos három fő egységet testesít meg, a véderőt, a tűzerőt, illetve a mozgékonyságot. Uh-huh. Ez mind a három jellemző erre az eszközre. Ez hány éves lehet nagyjából? A 60-as évektől fejlesztik. Jé. Úgyhogy ez is már egy régi... Állandó készültségben voltunk, vagy vagyunk. Tulajdonképpen lehet, hogy még a mai napon is megállná a helyét ez az eszköz. A súlya egyébként több mint 47 ezer tonna. És ez pedig mit tud? Ez egy MiG-21 BIS típusú vadászrepülőgép. Ez a legfejlettebb generációja volt ennek a sorozatnak, 71-től gyártották egyébként. Ami még a különlegessége, hogy a hangsebességnél is gyorsabban lehetett vele repülni. Egyébként Pápán és Taszáron is, valamint Kecskeméten is szolgálatot teljesített a vadászrepülő. Ez egy újabb mestermű, azt kell, hogy mondjam. Igen, ez egy D-20-as ágyú tarack, ez a neve. 10 ember volt szükséges a kezeléséhez, és leginkább azt a célt szolgálta, hogy a páncélozott eszközök vagy más tüzérségi eszközöknek a likvidálását megoldják vele. Uh-huh. Egyébként a Magyar Honvédség rendszerében van jelenleg is ez az eszköz. Uh-huh. És mellette egyébként még egy fontos objektumot ez eszközlet. Pontosan, ugye, így van. Nem úgy mondták régen? Hattáp. Hiszen hattáp és ott a kis kémény is. Ez tulajdonképpen egy vegyes tüzelésű eszköz. Mozgókonyha. Pontosan egy mozgókonyháról van szó.
egy időben 341 tál étel kiszolgálására volt alkalmas. És mindez csak a teljesség igénye nélkül, tehát rengeteg eszköz megtalálható még a Honvédelmi Intézet és Múzeum gyűjteményében. Ezek mind-mind fontos szerepet töltöttek be annak idején. Március 15-én az 1848-as 49-es szabadságharc hőseire és a márciusi ifjakra emlékezünk országszerte. De Zánkán különleges jelentősége van ennek a napnak, melyről nem csak a városi rendezvényen és az iskolákban, hanem a temetőben is megemlékeznek a zánkaiak, ahol több 48-as honvéd sírja is megtalálható. A márciusi ifjak kevésbé ismert személyisége volt Bozzai Pál, író, költő, de ő hogyan kapcsolódott a 48-as eseményekbe, és egyáltalán ki volt ő pontosan? Valóban kevésbé ismert, de alig tudnánk azért felsorolni a többieket is. Petőfin és Jókain, Vasvánin kívül szinte nem kihullattak ők a tudatból, csak az írás maradt fenn. No, ő egy egészen különleges egyéniség volt. Én a 40 éves tanári pályafutásomat hasonlót se találtam. 16 éves korában már teljesen elkötelezett volt azzal, hogy az életét a hazájának szenteli, a szabadságnak, az egyenlőségnek, és mindezt úgy, hogy költő lesz. És készült erre, Késmárkon végezte a jogakadémiát, és onnan kiskitérővel 48. februárjában már fent volt Pesten. Ugye akkor már a forradalmi készülődésnek a középpontjába, és majdnem biztos, hogy egyszerűen jelentkezett Jókainál, akit ő nagyon tisztelt. Jelentkezett az életképeknél, és nagyon érdekes, hogy ez a kezdő gyerek akkor még csak 18 éves, hiszen 29-ben, ezt nem említettem, 29-ben született, tehát 48-ban, 18 éves fiatal gyerek bekerült ebbe az elit körbe, és az életképekbe igen nagy terjedelemben, elég sok versét és egy hosszú prózáját is leközölték. Ez egy ilyen heti vagy havi folyóirat volt? Hát hetente megjelenő. Az történt, hogy Jókai feljegyzése szerint ő is abban a társaságban volt, a Pilvaxban, aki Petőfit és Jókait várták ott március 15-én, tehát csak ő nagyon fiatal volt, ugye nem nagyon, nyilván hát a második, harmadik sorban, de ott volt a eseményeknek a középpontjában. És amikor súlyosabbá vált a helyzet, akkor jelentkezett ő is a honvédseregbe, pedig nem kellett volna neki. Egyrészt nagyon fiatal volt, másrészt a barátai leírták, hogy szelíd, lányos alkatú, magas, vékony testalkatú fiú volt, de benne volt ez a ma már szinte hihetetlen az akkori, nem tudok más mondani, mint hogy valóban a romantikus világszemlélet, a világlélek, a romantikus világlélek dolgozott benne, és valószínűleg talán a félisten Petőfi után ő is úgy látta a legjobbnak, ha fegyverrel szolgálja hazát. Végül is ő a katonai pályafutását Szegeden keresztül, Temesvár felé, Aradnál, ugye ahogy szorították a sereget, nem messze ő is a Világostól, valahol ott Arad környékén rakták le a fegyvert, és ez a fiatal gyerek kapott 8 év kényszersorozást, és elvitték őt először Csehországba, nem mondom az állomásokat, végül Innsbruckba, nem ment neki. A klíma, sokat panaszkodik a leveleiben, fennmaradtak a levelei, nagyon sok betegsége volt, bár nem bántották egyáltalán, arról, hogy őt bántották volna, vagy ahogy mondjam, hogy szivatták volna a seregbenről, nincsen szó, egyszerűen nem bírta. És tüdőbajt kapott, tuberkulózist, és hogy ne ott halljon meg a seregbe,
52 kora nyarán őt elbocsátották a seregből káplárként, és akkor először a Balátaihoz ment Pestre, majd lejött ide Zánkára, és a Diskai Ludovika Zsuzsanna az unokatestvére, aki ezt a sírkövet is állította szerintünk. Tehát ő hozzá jött Benedékbe, úgy tudjuk, hogy a bátyja is itt volt akkor, aki egyébként hadnagyként szolgált a seregbe, csak hogy megúszta a kényszerbesorozást. Nagyon beteg, megőszült a leírások szerint, és annyi volt talán a szépség, hogy kiülhetett a kertbe, feljegyzések vannak, és hát úgy, ahogy lemegy a nap, és esteledik ő belőle, és kiment az élet, és hát nagyon és fiatalon. Hát igen, ugye 52-ben halt meg, ha egész 23 és fél éves volt. Itt Zánkán Bozzai párról neveztek el egy általános iskolát, gondolom, hogy hűen ápolják az ő emlékét, hogyan teszik ezt meg? Igen, voltak ennek előzményei is, de a magyar polgári forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján 1998-ban felvettük Bozzai Pálnak a nevét, és azóta ápoljuk intenzívebben is Bozzai kultuszát. Hát tulajdonképpen a 48-as szabadság gondolatköréből és a hazaszeretet eszményéből próbáltunk meg politikai hitvallást kovácsolni, és úgy gondolom, hogy nagyon minőségi módon ez sikerült az évek során. Visszatérően ünnepségeinken is, de a hétköznapi életünk során is a nevelő munkánknak szerves része Bozzai és a 48-as hagyománykör. Én gondolom, hogy hát az idők múlásával egyértelműen van ennek a gondolatkörnek mondani valója a nevelés-oktatás gyakorlatában is, de szélesebb vonatkozásban is, és én úgy gondolom, hogy a jövő ifjúságának a gyökerek ápolása az hát nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben is. Gyönyörű Zánka, mint általában a Balatonpart, úgyhogy nyáron legalább egyszer kötelező lejönni ide. Most két forgatás között van egy kis időnk, úgyhogy elfoglaljuk zánkai szálláshelyünket. Jó napot kívánok, megjöttünk az ATV-től. Jó napot kívánok, érezzék jól magukat. Nagyon szépen köszönöm. Ó, de hangulatos ez a kis szoba. De jók ezek a fabútorok. Az ágy, hát ez fontos, hogy kényelmes legyen, szerintem nagyon, nagyon jó a matrac, és akkor van egy kis ilyen fa pakoló szekrény, fotelágy, és akkor itt van egy ilyen kinyitható asztal akár. Jó, hát szerintem itt jól fogok pihenni, csak a forgatások után természetesen, hiszen erre szólít fel ez is, relax. Most pedig megnézem a fiúk szobáit. Ez a Gábor szobája, itt is a fa dominál, és neki van egy kis erkélye, és a Balatonra néz. Hú, nagyon jó a kilátás. Jó van, szerintem itt jól fog pihenni. De jól látom, Andrásnak nem csak a legnagyobb terasza, hanem a legnagyobb szobája is van, sőt, egy kis olvasósarok is van, itt vannak könyvek. Ez a rész is nagyon hangulatos, szerintem ez az ágy is nagyon kényelmes lehet. Igen, igen. És itt egy fürdőszoba. Hát nagyon gusztusos. Biztos, hogy jól fogja itt magát érezni.
zánkai tájház hasonlóan a Balaton felvidéki régi parasztházakhoz, az ekkor itt élt emberek életéről, mindennapjaikról mesél. Ez a tájház több, mint egy műemlék, mivel helyet ad egy kádár műhelynek is, és a mi kedvünkért egy népdalkör is eljött, hogy énekeljen nekünk. De kezdjük is rögtön a tájházzal. Ez egy nagyon érdekes régi parasztház, teljesen mást mutat elől, és mást hátul. Mikor építették, és miből áll ez az ellentmondás? Az épület az körülbelül a 18. század első felében keletkezett. Ekkor épül meg az első része a háznak. Látszik, hogy teljesen más jellegű tornáccal, mint ami mellett állunk. Azért lényegesen bumfordibb dolog. Egy kétegységes lakóépületről beszélünk. Egy füstös konyhaból állt, egy lakószobából, egy nyitott tornácból, és valószínű tartozott hozzá még egy úgynevezett hombáros, ahol az élelmet tartották. Az épület egyébként jellemzően a Balaton felvidéki háztípust mutatja. Ezek voltak az első olyan füstös konyhás házak, amik jellemzők a vidékre. Ilyen jó párat lehet még találni a környéken, Káli-medencében, a Balaton felvidéken, és utána ezeket az épületeket, ezeket elkezdik átalakítani, felújítani, toldani, mint ahogy Zánkán is látjuk, hiszen megjelenik egy teljesen másfajta architektúra, sokkal mívesebb oszlopok, szép boltíves tornácok, de eleve a maga az elrendezés az gyakorlatilag ugyanaz, mint az alaptípusnál, hogy minden egyes helység a tornácról nyílik. Uh-huh. Ez volt a lényege itt az épületeknek, hiszen itt alakul ki az úgynevezett füstelen szoba, amikor a szoba kémény nélkül, és a füst az megy vissza a konyhába, és a konyhából fűtenek minden helységet. Tehát ez egy ilyen alaptípusa az itteni épületeknek. És azt lehet tudni, hogy módosabb család élhetett már abban az időben, amikor ilyen szépen, mívesen alakították ki ezt a tornácos részt? A füstös házhoz képest mindenféleképpen változott valószínű a tulajdonosok státusza is. Ez a fajta gazdagabb architektúra, ez egy gazdasági fellendülést is jelentett a 19. században, és akkor jelennek meg százszámra a hasonló architektúrájú épületek, ami mögött nem is annyira, már szinte egy polgári kultúrát lehet érezni. A kádár szakma egykor nagyon népszerű volt, ugye több száz éves szakmáról beszélünk, de szerintem még a mai napig űzik, ugye? Igen, mai napig is folytatják a kádár szakmát, bár kihaló szakma, már 25 éve nincs kádár szakmából oktatás, sem mestervizsgáztatás, de egy nagyon szép szakma egyébként, nehéz. De nagyon szép szakma. Konkrétan mivel foglalkozott, vagy foglalkozik a kádármester? Hát a kádármester az elsősorban boroshordókat készít, szüretelő kádakat, dézsákat, egyenes edényeket, puttonyt, vajköpülőt, de sajnos ezeket már ma nem is használják. Ezekből talán még a boroshordó, ami, meg a pálinkás hordó, amiket használnak. Tehát a többi már nem. És általában kézi szerszámmal dolgoztak? Hát igen, először kézi szerszámát, ugye még mikor ez elindult a középkorban, akkor még ugye nem volt villamos áram, és teljesen kézműves módszerekkel, tehát mint itt is látható, ez egy kézműves kádárműhely, hasították a fát kézi szerszámokkal, meg lett munkálva, hát erős emberek voltak a kádárok. Igen. Háta mögött sorakoznak ezek a szerszámok. Ezek például mi célt szolgáltak? Hát ezek közül vannak itt ilyen érdekesebbek. Ez a hordónak a végét lehetett vele megmunkálni, hogy szép sima legyen a teteje, körbe. Vannak ilyen. Ezzel a belseje volt megmunkálva a végének. Uh-huh. Ennek az a neve, hogy mamlasz. Mamlasz. De jó. Igen, akkor ez egy csínvágó, ugye ma is használjuk azt a kifejezést, hogy csínyát, bínyát, igen, tehát igen. Ez innen ered. Tényleg? Ezzel van belemarva
a hordónak a fenekének végének a helye. Ez rá van téve a hordó tetejére, és akkor forgatva van körbe, és ez marja ki a végének a helyét. Hány száz évesek ezek a szerszámok? Hát ezek ilyen 150-200 éves körüli szerszámok. Vannak gyönyörű, szép faragott gyaluk, ezeknek az a neve, hogy stószpang, eresztőgyalú. Itt már nem a gyalut tologatjuk a fán, hanem ezen van a fahanyag tologatva. Ezeken gyönyörű faragások vannak. Igen. Itt van egy összeállítva egyébként, itt lehet igen. látni a használatra kész állapotban. Vannak jó. vonókések. Igen. Aha, igen, igen. Hát itt kézműves, gyönyörű kézműves szerszámok vannak. Hát jó sok szerszám kellett akkor. Fú, mert nagyon sokfajta sok, dolgot vagy nagyon sok, hát hasító égtől kezdve a kalapácsok, gyaluk, nagyon sokfajta szerszám kellett hozzá. És mennyi az az időintervallum, ami alatt nem változtak a szerszámok? Ez több száz év? Igen, igen. Tehát ezek mind olyanok, mint mikor kitalálták ezt a mesterséget. Ugye agyag edényeket váltotta le a fahordó, mert azok sérülékenyek voltak, törtek szállítás közben, és a fahordók váltották le ezeket. Meg és a bor érlelésre, ugye az ászokhordók. Igen, igen. Ilyen több és ön is ugye ezzel foglalkozik. Igen, hát én is kézműves kádármester vagyok. Én most elsősorban pálinkás hordókat készítek. És akkor az udvaron valamit meg fog nekünk mutatni. Igen, igen, ott meg tudom mutatni, hogy hajlik a fa. Az egy érdekesség, talán arra mindenki kíváncsi, meg hogy kerül bele a vége. Jó. Azt meg tudom mutatni most. A kádármester a tájház udvarán megmutatta, hogyan hajlítják meg a hordótestet. Attila már mindent előkészített, és megengedte nekem, hogy egy kicsit én is besegítsek a hajlítgatásba. A hordóhajlítás után a Magyar Tenger Népdalkör tagjai vették át a terepet a tájház udvarán. A hosszú évekkel ezelőtt megalakult hagyományőrző csoport az egyik legkedvesebb dalát adta elő. Balaton, ha Balaton, akkor strand, napfény, fürdőzés, és minden, ami egy kellemes nyaraláshoz elengedhetetlen, és minden, ami szemszájnak ingere. Barbara, úgy tudom, hogy te közgazdász vagy, de hát most már teljesen mással foglalkozol, a vendéglátással egyáltalán. Hogy jött ez az ötlet, hogy jött az életedbe, hogy vendéglátós legyél? A családom is vendéglátós, tehát én valahol belenőttem a vendéglátásba, bár ahogy mondtad, közgazdász vagyok, de az élet úgy hozta, hogy mégis a vendéglátás mellett kötöttem ki. Mindig is imádtam a fagyit, mindig tudtam, hogy lesz egy fagyizom, nem tudtam mikor, hol, és most megvalósult. És úgy tudom, hogy különleges ízeket találsz ki a fagyimesterrel együtt, méghozzá gyógynövényekből. Most már tényleg nagyon sok ízt lehet produkálni, már
tényleg az ízek garmadáját lehet a fagylaltozókban megkóstolni, de gyógynövényből nem igazán készítenek, legfeljebb levendulás fagyival találkoztam. Folyamatosan kísérleteztünk azzal, hogy melyik gyógynövények azok, amik jól passzolnak a megszakott fagylalt ízekhez, így például a levendula az áfonyával, vagy akár a bazsalikom, az eperul, ugye az a konyhaművészetben, a gasztronómiában is egy elterjedt ízkombináció. Hát én a bazsalikomot olasz ételekhez tudom elképzelni, hát akkor gondolom, hogy azért volt egy kis előtanulmány. Így van, ugye a bazsalikom paradicsom, azzal párosítható nagyon jól, de rendkívül jól kiemeli az epernek a zamatát, illetve az eper is nagyon szépen támogatja a bazsalikomot. Egy egész más ízharmónia alakul ki, mint mondjuk egy olasz ételnél. És van még olyan gyógynövény, amit az ételekhez, tehát hétköznapi ebéd vacsorához szoktunk meg? Hát ugye ott a bodza, aminek rengeteg jó gyógyhatása van. A bodza és a menta is egy gyönyörű harmonikus ízt tud alkotni. Vagy akár a homoktöv is. Egyre inkább elterjedt, hogy sokkal inkább magas a C-vitamin tartalma, mint az ismert C-vitamin forrásoknak az antioxidáns tartalma. És van még valami másfajta gyógynövény? Rosmarin körte egy gyönyörű ízkombinációt alkot. Hát akkor ezt ki kell tapasztalni, hogy egy gyógynövény milyen gyümölcshöz illik leginkább. Így van, illetve a gyümölcsfagyikon egy kicsit túlmenően ugye a teljes alapú fagylaltoknál egy tökmagolaj, amit ugye szintén ismert a gyógyhatása. Tökmagolaj málnával harmonizálhat. És egyébként a gyógynövényeknek megmarad a gyógyhatásuk fagylaltban? Megmarad a gyógyhatásuk, így van. Azért én megkóstolnék egy pár gyógynövényes fagylaltot, hogy tényleg mennyire érződik a gyógynövény benne. Jó. Segítsek a választásban, vagy a bazsalikom, igen, bazsalikom az felkeltette az érdeklődésemet, a bazsalikom. Igen, parancsolj. Uh-huh. Már az illatában érződik. Ja. De érdekes, tényleg bazsalikom. Ugye? Még adok nagyon abszolút szívesen kóstolott kisebbet is. Homoktöv is. Tényleg bazsalikomos. Egy picit, egy ilyen kis... Igen, a homoktöv is sem mindig az a... Hát nem a bajom, csak fenntartásai vannak, hogy savanyú. Savanyú, igen. Viszont nagyon magas a C-vitamin tartalma. Mert ebben a forróságban szerintem nagyon hűsítő és üdítő. Tipikus homoktöv is. Homoktöv is velő. Semmi hát más. Akkor, igen, igen. És még mondtál, rozmarin vagy? Rozmarin, azt most nem majd tudom. Majd még nem, igen. Van. Hanem, mi van még? Bodza menta. Bodza virágból készül. Hát a bodza, hát a szőrben is. Bodza virágból készül, úgyhogy a tavasz nekünk egy, illetve amikor a méhecskék elkezdenek dongni a bodza virág mellett, az egy ünnep. Mindig megszagolom az egyébként. Tipikus bodza. Jön fel ez az aroma az óromban. És egy pici menta. Tehát valóban valahogy tényleg a magyar gyógynövények, vagy hát akár nemzetközi, ugye minden, mert a bazsalikom. Így van, így pontosan olasz. Nagyon passzolnak a fagylaltokhoz. Így van, mindenkinek ez a véleménye. A következő percekben főzni fogunk, mégpedig egy nem mindennapi ételt. Egy olyan séf mesterfogásait leshetem el, aki a hétköznapokban szakács szakoktató. Itt a Balaton partján általában halakból készült ételeket esznek az emberek, de akik esetleg nem szeretik a halat, akkor most Dani meg fog nekünk mutatni egy olyan különleges ételt, ami mangalicából készül. Mi a pontos neve? Szerbusz. Ez egy szuvidált mangalica tarja, káposztás cekedlivel és erdélyi gombamártással. Hú, de jól hangzik. Jó, itt vannak már a hozzávalók. Tiéd a pálya. Elsőnek fel... Felvágunk egy kis hagymát. Hát, igen, felvágod. Hasznos a jó éles kés. Igen, az sosem hátrány. Így van. Jaj, ha én ilyen tökéletes kockákat tudnék vágni. Nagyon figyelem a technikát. Egyébként tényleg az éles kés az nagyon sokat segít. Én bármikor elvágtam a kezem, mindig tompa volt. Amikor éles, akkor sosem. Ugye? Igen. Szóval egy jó nagy fejvörös hagyma.
Igen. Mindjárt vágunk hozzá majd még egy kis gombát szeletekre, és ezt az egészet majd össze fogjuk pirítani. Egybe kell, akkor a hagyma és a gomba mehet egybe. Milyen gomba ez? Ő éppen csiperke. Csiperke, de akár... De bármilyen más gombából lehet. Azért szoktuk így készíteni, mert ugye ezzel tudunk egy jó gombapaprikás alapot adni. Igen. És a magában a mártásba betétnek van téve erdei gomba mix. Ja, igen, ez az erdei gomba íz az. Igen, csak ugye magában az túl erős lenne alapvetően. Uh-huh. És ugye ezért készül így, hogy legyen egy gomba íz, egy alap gomba mártás az alap, és akkor ugye belepirítjuk. Persze. Az erdei gombát, mikor pirítjuk, közben egy kis citromot, kis petrezselymet, kis sót szoktunk hozzátenni, hogy még jobb íze legyen. Uh-huh. És akkor ugye úgy készül el az egész. És mennyi gombát fogsz felvágni? Még valamennyit. Még egy keveset. Na ugye most csak egy adagot készítünk, csak hogy meg tudjuk mutatni a nézőknek, meg én meg tudjam kóstolni, ugye? Igen. Igen, akkor ez megvan. Nézzük egy tányért. Igen, ebbe a gomba. És most pedig... Igen, tekerjük fel a káposztás tésztát szerintem először. Jó, jó, tekerjük. Folpakra? Aha, folpak van alul, igen. Ez ugye több dolog miatt is jó, az egyik a tartóság szempontjából is nagyon sokat javul a dolog. Aha. Tehát nem megy tönkre ugye olyan hamar, ez az egyik. A másik ugye az adagolhatósága is sokkal jobb az ételnek, meg hát ugye a formára is sokkal szebb. Igen. Igen. És akkor én ugyan egy picit előkészültem már itt. Igen, ez most pontosan mi is? Ő ugye a lepirított káposzta, uh-huh, ő ugye a kifőtt tészta. Igen. És hozzá van adva egy kis tojás, meg egy kis liszt, ugye, hogy legyen, ami uh-huh, összefogja. Uh-huh. És akkor ő belőle fog készülni a tekercs. Ezt csinálod meg, aha, ilyen tekercsszerűen. Igen, és szépen föltekerre, mint egy jó nagy szaloncukorra, mint egy szalámi, ki minek szeretné hívni. Aha. Fontos, hogy nagyjából azonos méretre igen, legyen pakolva, majd ezt a végén még rá tudok segíteni egy kicsit. Igazából ez teljes mérték egy otthon is megcsinálható dolog. Mi ugyan sütőbe szoktuk gőzölni, de ott, tehát hogyha az ember így jól kitekeri fóliában, igazából egy normális indukciós lapon, vagy egy gáztűzhelyen ugyanúgy az ember vizet forral, uh-huh, csak annyi, hogy kisebb, mert én itt viszonylag nagyobb tekercset fogok csinálni. Uh-huh. Egy kisebb tekercset készít, és vízbe igazából, sós vízbe kifőzi. Így föltekered, mint a rétes tésztát. Hát, olyasmi, jó. Igen. Az a lényeg, hogy jó szolosra kell tekerni. Aha. A levegőt ki kell nyomni közül. És ennyi, és a végén így egy picit rá összenyomjuk egy kicsit. Igen. Jó, meggurítjuk, hogy jó feszes legyen maga a fólia. És akkor szépen elhurkoljuk az egyik felét. Szépen így a tövére jól ráhúzzuk. Aha. Jó feszes maradjon. És akkor ha esetleg nem maradt, nem olyan feszes még, itt rá tudunk segíteni. Igen. És ugyanígy itt jó feszesre föltekerve. És aztán mi lesz ennek a sorsa? Ő ugye ipari körülmények között bekerül, ugye 100 fokra a sütőbe, uh-huh, egy órára. Utána kihűti, mert melegen akkor azonnal nem jó szeletelni, kihűti, és akkor itt szépen, mint ahogy itt van, szépen így felszeleteli mondjuk ilyen darabokra. Igen, igen, mert ugye ezért már csináltál előre. Igen. Jó, jó, rendben. És akkor mi a következő lépés? Pirítanám a tésztát, pirítanám jó. A tarját. A tarját. És akkor utána meg egy tálalás, rendben, tessék, megfelelő. Akkor. Szépen ugye előmelegítjük a serpenyőt. Uh-huh. Közben itt a gombamártást elkezdem egy picit rotyogtatni. Nagyon jó. Pici olajat vagy hőközlő anyagot tehetünk, lehet ez olívaolaj vagy bármi. Vajat azért nem javasolnék, mert kérgesíteni fogjuk a káposztástésztát is, meg a tarját is. És ugye az nem nagyon tesz neki jót,
mert ugye a vajat könnyen el lehet égetni. Így van. Mangalica tarjával dolgozunk, ugye itt ez a környékről érkezik, ugye itt van egy ilyen... És hát a mangalica az azért egészségesebb, mint általában a sertés. Igen, meg másabb egy kicsit a rostozata is. Igen, meg a zsír összetétel, nem tudom, csak úgy, ahogy igen, hallottam, látszik más. Is ugye, hogy, tett, hogy ez teljesen egészségesebb, más az így van. Jó. Csak mehet bele. Mehet bele ugye a szépen felszeletelt káposztástészta, rolád vagy tekercs. Hát igen. Én most mellé teszem a tarját is. Jó. Egyébként másképp is meg lehet a húst sütni, másfajta módszerrel? Itt ugye az lenne a lényeg ennek az egésznek, ő egy kész fogyasztásra alkalmas hús. Itt ugye egy íz vagy, tehát egy élmény keletkezik azáltal, hogy a szélét kérgesre sütjük, uh-huh. És belül még jó szaftos marad maga az egész. A káposztástészta ugyanígy, tehát ott is ugye az a lényeg, hogy egy ilyen szép színt és kérget kapjon az egész. Azt a tarjánál elfelejtettem mondani, hogy egy nevezzük speciális általunk kikísérletezett fűszerkeverékkel van meg befűszerezve, beízesítve. Ami titok. Igen, ami jó, titok. Jó, rendben. És ugye ezért ilyenkor tálalás előtt még egy picit szoktam sózni. Egy picit, hogyha megbarnul, semmi probléma. Persze. Ez hozzáad. Mert mindenki úgy fűszerezi, ahogy az ő szája ízének. Igen. Ez így most már jó lesz. Le is zárom a lapot, a tarja még egy picit marad, kiválasztjuk ugye a szebbik oldalát, és én úgy szoktam, hogy ilyen roládba ide rakom, egy irányba álljon tehát szépen. Mind a két oldalát. Igen, mind a két oldala szépen meg van pirítva. Igen, egy picit. Meg van pirítva. Így. A hús is lassan. Mártásnak is ugye szinte tökéletes állaga van. Igen, sejmes. Sejmes, igen. Igen, teljesen sejmesnek tűnő. Azt szoktam ide tenni egy. Igen. Meg még egy pici mártást. Kis helyet csinálok neki. És arra jön a hús. Erre jön ide be a húsi, igen. És meg is sült lassan, igen. Gyönyörű, szépen látszik itt a rostozatából, hogy igen, a sercegben van a zsír. Nagyon, ja, tényleg. Azt hogy szeretem, azt a sercegő zsír réteget. Itt szépen ide rakjuk. Szépen egy kis salátalevelet mellé teszünk. Tulajdonképpen a szuvidálás azt tart tovább, igaz? Igen, ez alapvetően nagyon előket könnyen elkészíthető készít. Igen, étel. Tehát, hogy hát hip-hop. Csak ugye itt maga az előkészület, ami sok időt vesz igénybe. 15 perc vagy 20. Hihetetlen. Hát gyönyörű. És akkor elkészült. Ez gyönyörű. Én ezt ide kiteszem, hogy a kollégák szépen meg tudják mutatni. Látványnak gyönyörű, akkor most megnézem, milyen az íze. Mhm. Igen, akkor ráteszek egy kis gombamártást. Hát igen. Különleges, omlós a hús. Nagyon jó a gomba. Hát a szuvidálásnak itt kijön az előnye, hogy ugye a tarját, ha nem jól készíti el az ember, és akkor rágós. És jó ezzel a káposztás tisztában. Kicsit pikáns, mert ugye cukorkaramell van az elején, ugye azzal kezdjük, de van benne egy kis bors is. Uh-huh. Tehát édes is, sós is egy picit. Nagyon finom. Ez a te kreálmányod, ugye? A te igen. Ötleted. Gratulálok. Köszönöm szépen. Elbúcsúzunk Zánkától, a Balaton északi partjának kedvelt üdülőhelyétől. Ez az a balatoni település, ahol a passzív és az aktív kikapcsolódást kedvelők egyaránt megtalálhatják a számukra legvonzóbb elfoglaltságot. Legközelebb is számítunk nézőink megtisztelő figyelmére. A viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.